Programok, feladatok a Szent Annaiban. Utátadás Tisza Szent Imrén. Tűzmegelőzés az adventi időszakban. Jó estét kívánok! Önök a nagykonsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 3-án 18 óra 5 perckor. Gyökeres Sándorral, a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium intézményvezetőjével az iskolát érintő kérdésekről, a megvalósult programokról, feladatokról, a vírushelyzetet érintő prevenciós feladatokról, teendőkről és a bevezetett intézkedésekről is beszélgettünk. Üdvözlöm Gyökeres Sándort, a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Szakképzőiskolának az intézményvezetőjét. Az elmúlt időszakban milyen fontosabb események, programok történtek az iskola életében? A tanévkezdést követően hagyományosan a Szent Annai napok voltak az első olyan iskolai jel, csak iskolai megemlékedés, amin részt vettünk, és az hagyományos formában a szokásos feltételek mellett lezajlott. Természetesen megünnepeltük nemzeti ünnepeinket, és az egyéb feladatainkat is elláttuk. A későbbiekben még a nyílt nap van előttünk, ami ebben a fél évben várható, az egy jövő hét végén lesz egy rendezvényünk. Hogyan készülnek az adventi időszakra és magára a decemberre? Hát a rendkívüli helyzetben vagyunk ismét, ez a vírusfertőzésnek a fertőzöttségnek az emelkedése, ez mi ránk is nagyon komoly terheket ró. Így a tervek mindig olyanok, hogy amennyiben olyan lesz a kialakult helyzet, akkor természetesen ezeket nagyon alaposan át kell gondolni, és valószínűleg a megtartásukat el kell halasztanunk. Említette a vírushelyzetet, a következő kérdés erre irányul, hiszen ugyan a járvány negyedik hullámában vagyunk. Itt az iskolában milyen védelmi intézkedések történtek, vannak, illetőleg átoltottság tekintetében, pedagógusok és tanulók tekintetében mit lehet elmondani? Nem ér bennünket most már fölkészületlenül, hiszen egy olyan dologról van szó, ami már az elmúlt években is jelen volt, de most súlyos, tehát erősítettük ezeket az intézkedéseket, elsősorban természetesen a megelőzés érdekében, hiszen az elmúlt időszakban két munkatársunkat is elveszítettük, tehát nagyon komolyan vesszük ennek a hatásait. Az intézményen belül most már kötelezővé tettük a maszkviselését, belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező, minden egyes mellékhelyiségünkben kézfertőtlenítőszert helyeztünk el, tanórákon is viselni kell a maszkot, és a másfél méteres, két méteres védőtávolságot meg kell tartani. Jelen pillanatban a iskolában a nevelőtestület átoltottsága 95%-os, a tanulóink átoltottsága 50% körüli, valamivel talán több, mint 50%. Ez azonban nem arányosan osztik meg, a magasabb évfolyamokon ez nagyobb arányú. Emiatt a rendezvényeket kell majd még átgondolnunk, ami előtt állunk, hogy azokat hogyan tudjuk megszervezni, milyen kiegészítő intézkedések mellett. Ez most még folyamatban van, ebben még nem született döntés. Hát az összességében véve én úgy gondolom, hogy amit csak lehetett, megtett az intézmény azért, hogy ilyen vírus helyzetben a tanulóinkat és a tanárainkat megvédjük. Minden hónapban egyébként az első hónap első tanítási napján fölmérjük, hogy hány hiányzónk van. Azt mondhatjuk, hogy ez szeptember óta közel állandó értéken van, tehát pillanatnyilag még nem emelkedett meg a hiányzás. Milyen módon, hogyan tudnak felkészülni arra az eshetőségre, ha esetleg digitális oktatásra kerülne sor? Hát erre az eshetőségre fölkészültünk az elmúlt évekhez hasonlóan. A két számítógép szerverünket állítottuk rendszerbe, amelyen keresztül ismét a Modler rendszert indítjuk be. Ez külön van a 12.-13. évfolyamosoknak, és külön van egy másik szerver a 9-11. évfolyamon tanulóink részére. Ez egy komplex tanulásirányító rendszer, amelyen keresztül elérjük a tanulóinkat, kis filmektől kezdve, hát akár élő beszélgetések formájában is, és a tanulói munkákat is tudjuk bekérni, ellenőrizni, vizsgálni.
A Magyar Falu program keretéből készült el közel 4,4 km útszakasz Tisza-Szent Imre térségében a Magyar Közút Nonprofit ZRT beruházásában. Mint az átadó ünnepségen elhangzott, több mint 3,5 évtizede volt itt beruházás a 3217-es út ezen részén, mely most 645 millióból újult meg. Kocúrné Tóth Ibolya polgármester megköszönte a kivitelezőknek, hogy ilyen gondos és pontos munkát végeztek, és reményét fejezte ki, hogy folytatódik az út felújítása térségben. Tisza-Szent Imre lakói, a településen élők, a környék lakói, úthasználói örömét szeretném tolmácsolni, hogy egy felújított, biztonságos útszakaszon közlekedhetünk. Lerövidül az utazási távolság a járási központ felé Tiszafüredre, a közép- és felsőfokú intézményekbe. Hamarabb elérjük az M3-as autópályát, bekapcsolódunk az országos közlekedés hálózatba, eljuthatunk a fővárosba, Debrecenbe, egészségügyi intézményekbe, és a legfontosabb, lerövidül az idő, hogy elérjük a munkahelyeket. Képviselő úr, önnek szeretném először megköszönni önkormányzatunk a térségben élők nevében, hogy tudom, mennyit fáradozott azért, hogy a település környéki utak megújuljanak. Fogadja őszinte köszönetünket. Miniszteri biztos úr, képviselő úr, kérem, tolmácsolják köszönetünket Magyarország kormányának, a Magyar Falu program keretében megújulnak útjaink, és folytatódnak az útfelújítások, már megkezdődött Kunmadaras felé, hazai Magyar Falu program és uniós forrásból. Gál Gergely, a miniszterelnökség miniszteri biztosa is örömét fejezte ki, hogy mostantól sokkal biztonságosabban közlekedhetnek az erre járók, és arról is szólt, hogy a Magyar Falu programban milyen egyéb pályázati források állnak még a települések rendelkezésére. A 2019-ben elindult Magyar Falu programnak egyik nagyon fontos pillére a falusi útalap, és ennek éppen az a célja, hogy ezeken a kisebb településeken, ahogy polgármester asszony elmondta, az 5000 fő alatti településeken belüli, illetve az ezeket összekötő utakat sem hagyjuk ki az ország fejlődéséből. A Magyar Falu programot 2018-ban hirdette meg Orbán Viktor miniszterelnök úr, és 2019-ben indult el, azóta is Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnak a vezetésével működik ez a program a Modern Városok program mellett, és ennek a programnak a célkitűzése az volt, hogy a magyar vidék egyenrangú legyen az ország bármely pontjával. Ne legyen olyan érzése egyetlen magyar embernek se, hogy ő azért, mert valahol akár egy kisebb településen él, azért ő nem egyenrangú az ország többi részén élőkkel. És ez a szemlélet a kormánynak az egész munkáját áthatja, és ennek az egyik megnyilvánulása a Magyar Falu program is, amelynek számos előnye van, ahogy polgármester asszony már elmondta, hiszen a 100%-os támogathatósága, az előre megkapott és gyorsan megkapható források mind-mind olyan előnyök, amik erősítik azt, hogy ez fontos részévé vált az ország fejlődésének. 4 fő pillére van, az egyik a már említett falusi útalap, a másik a családi otthon teremtési kedvezmény, a CSOK falusi változata, a falusi CSOK. Ennek keretében egyébként már rengeteg új épület, új családi otthon erősödhetett meg az elmúlt időszakban. Hogy érzékeltessem, 1100 olyan település van Magyarországon, ahol az elmúlt években megfordult a népesség csökkenés és növekedésbe váltott át. Szerintem, hogy önmagában csak ezt az eredményt néznénk, már ez is egy nagyon komoly eredmény lenne. De akkor még nem beszéltünk a harmadik pilléről, a falusi kisboltok támogatásáról. 1500 kisbolt valósult meg az elmúlt időszakban ennek a keretében. Ez idén indult el ez a program. És hát a negyedik pillér pedig a kisléptékű beruházásoknak a támogatása. Itt is, hogy érzékeltessek, számokkal is néhány eredményt. 1700 településen a teljes orvosi védőnői eszközpark újulhatott meg az elmúlt 3 évben.
600 olyan település van, ahol orvosi rendelő vagy orvosi védőnői szolgálati lakás épülhetett vagy újulhatott meg. 700 településen újult meg iskola vagy óvoda az elmúlt 3 évben. Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke beszédében szólt a Tiszató térségében zajló nagyobb fejlesztésekről, amelyek az idegenforgalom, a turizmus növelését is szolgálják a települések lakosai mellett. A Magyar Falu Program 9 milliárd forintos fejlesztési keretét a Jászlóskun-Szolnok megyei önkormányzat döntése értelmében a jövőben megyei szinten több mint 13 milliárd forint a magyar közút számára megnyitott fejlesztési forrás teszi még attraktívabbá, és ez a 13 milliárd forintot meghaladó keret egészül ki a belterületi összekötő és gyűjtőutak fejlesztésére fordítható további 7,2 milliárd forinttal, ami megközelíti a megye rendelkezésére álló fejlesztési források 1/4-ét. Ebből is látszik, hogy milyen komoly prioritást élveztek a megye közúthálózatainak felújítására szánható források, és ez a prioritás, ez a következő 1-2 évben megvalósuló beruházásokkal érdemben közel hozza számunkra a vidékfejlesztést és a területfejlesztést is. Érdemben közel hozza az itt élők számára azt, hogy érezhetik, hogy Magyarország kormányának és a Jászlóskun-Szolnok megye önkormányzatnak és a térség országgyűlési képviselőinek egyaránt a közúthálózat fejlesztése volt az egyik meghatározó irány. Azt is el kell mondanunk, hogy azok a térségi szereplők, akik mindezeket a megújuló infrastruktúrákat igénybe veszik, érezhetik belőle ugyanúgy az önkormányzatokkal megegyező módon, hogy a térség gazdasági erejének növekedése az infrastruktúra fejlesztésén keresztül indítható el, de érezhetjük azt is, hogy további infrastruktúrás elemek is meg fognak újulni a térségben, és amellett, hogy a köznevelés szolgáló létesítmények korszerűsítése és a gazdasági szempontból nagyon jelentős energiárak is befolyásolják az önkormányzat erőforrásait, tehát itt a megtakarítás, az energiárakon való megtakarítás lehetősége is kézzelfoghatóvá válik Tisza Szent Imre számára. További turisztikai szolgáltatások kiépülése és a közösségi terek megújulása is itt van a küszöbön. Én azt gondolom, hogy ezzel azon az úton tovább tudjuk segíteni a települést és az itt élők és a környébeli településen élőket is, hogy megfelelő módon korszerűbb, versenyképesebb legyen a település és annak szolgáltatásai. F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője reményét fejezte ki, hogy lesz még folytatás az útépítések esetében is, hiszen ismeri a körzetben lévő települések ezen gondjait is. Nem azért nem volt ez 30-40 éve felújítva ez az útszakasz, mert nem volt rossz, vagy nem szerettük volna, hanem mindig ismertük azt a mondatot, ami úgy szerint, hogy nincs rá pénz. És az a pénz csak úgy teremthető meg, jó kormányzással, jó gazdaságpolitikával, úgy, hogy jól működjön az ország, és legyen pénz iskola felújításra, óvoda felújításra, legyen pénz útra is. És ez egy jó kormányzásnak a munkája. És el tudjuk mondani, nem hangzott itt ez a név, hogy ez is a mi csapatunknak köszönhető, hiszen a pénzügyminiszter innen a térségből jött, és ennek a településnek is országgyűlési képviselője volt, Varga Mihály. Tehát a csapatjáték, én azt gondolom, hogy mindenképpen megvan. És kell egy jó csapat a közút részéről, az útépítők részéről, akik nem csak úgy megépítik, vagy leszórják és elhengerlik a követ és az aszfaltot, hanem a 21. század technikájával újítanak fel egy olyan utat, ami mondjuk a 19. század technikájával volt talán megépítve. És a csapat összeállt. És ha a csapat összeáll, akkor megvannak az eredmények. Megvannak az eredmények, amikor már Tisza Szent Imréről Tiszafüred irányában már egy kitűnő úton lehet menni. Nem csak felújított úton, hanem meglátható szélesebb úton is, ami azért minőségi lépés.
A beruházás során két buszmegálló felújítása is megtörtént, a régi burkolat marása után több helyen is kicserélték a pályaszerkezetet, és jellemzően két kötő és egy kopó réteget építettek be. Emellett stabilizált útpatka is készült, a közlekedés biztonságjavítása érdekében új, tartós útburkolati jeleket festettek, kreszttáblákat helyeztek ki, a kivitelező Strabag Általános Építő Kft. A beruházást Kóródi László, a Strabag Általános Építő Kft. Projektvezetője jelentette észre. Az egyházi áldás nagy tiszteletű Fodor Gusztáv, Tisza Szent Imrei lelkészigazgató tartotta, majd a jelenlévők a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták az utat. A tűzmegelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet az adventi időszak beköszöntével az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság karcagi kirendeltsége. Évente 6-7000 lakástűz történik, és ezek jelentős része az adventi időszakban, illetve karácsonykor következik be. Mindenkitől azt kérik, hogy ügyeljenek a nyílt láng használatára. Az adventi koszorún égő gyertyát ne hagyják égve magára. Használjanak alátétet, és úgy helyezzék el a csillagszórókat, fényfüzéreket a karácsonyfán, hogy nyílt láng, illetve elektromos szikra ne okozhasson tüzet. A továbbiakban a fűtőberendezések rendszeres ellenőrzésére, a nyílt lángú fűtőtestek oxigén utánpótlására, a szénmonoxid érzékelők használatára hívták fel a figyelmet. Hogy azon tűzesetek esetében, amelyeknél a lakásban fel volt szerelve szénmonoxid érzékelő, az elmúlt időszakban egy haláleset sem történt. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!